Jó estét kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma este is velünk tartanak. Sándor Pállal próbáljuk önöket elszórakoztatni a következő 45 percben. Szokott azon gondolkozni, hogy milyen álmai filmje? Vagy tegeződünk, miben maradtunk? Én kértem, hogy tegeződjünk, mert ránéztem és nem tudlak magánni. Köszönöm szépen. Szóval, hogy milyen az álmaid filmje, akár producerként, akár rendezőnként, és akkor minden megvan. Tehát nem számít a pénz, bárkit szerződhetsz. Nem pénzkérdés az álmaim filmje. Az álmaim filmje az, hogy ha már az embernek eszébe jut valami, amit el akar mondani, és az fontos, akkor az eljusson sok-sok emberhez. Tehát azt gondolom, hogy az én műfajom, ez a filmezés, ez egy hangos dolog, és azt gondolom, hogy ha érdekes érzéseket, gondolatokat próbál az ember közölni, akkor az nagyon sok emberhez kéne vagy kell, hogy eljusson. Tehát ez én álmaim filmje, értelmes dolgokról beszélni embereknek, mégpedig nagyon soknak. De hát akkor néz meg egy filmet általában nagyon sok ember, hogyha az nem csak jó, vagy nem csak mond valamit, hanem látványos. Mert különben elég lenne egy papírra leírni, hogy a következőt akarom kedvenc közönségemmel tudatni, ezt és ezt és ezt, és ezt föl lehetne olvasni. Nyilván a film ennél sokkal több. A látványosság az egy nagyon bonyolult, vagy egy nagyon egyszerű dolog. Szerintem egy emberi artist látványosság. És Mózes átkel a tengeren sok-sok zsidóval, ad is egy látványosság, és szétválik a tenger. Csak kicsit tudja kerül megcsinálni, bár a jóistennek hát, nem került semmibe se talán, de utána a filmkészítőknek ezt... Állítólag csak egy gesztus volt. De rekonstruálni ezt azért a több járás ezekre a szívéhez kap. Én csak azt akartam neked mondani, hogy a látványosság számomra az ugyanolyan látványosnak tekintek vizuálisan és hatásilag, egy Jack Nicholson közeli, csak hogy ne mondjak itt a környékről, mondjuk egy Garas Dezső közeli, mint amilyen látványosságnak tekintek egy nagy totált, amelyikben 10 000 ember rohangál fölse alá. Tehát nem az a kérdés, a látványosságnak nem az a kritériuma az én számomra, amire te rákérdezel, hogy mennyibe kerül. A látványosságnak az a kritériuma, hogy mit mond az a látvány. Mégis, ha megnézzük a mozilátogatási statisztikákat, azért azok a filmek elég jól mennek, amelyek lehet, hogy nem mondanak sokat, de nagyon látványosak. Tehát sok ezer statiszta, nagy díszletek, gyönyörű verkfilmeket lehet róla a tévéknek eladni, hogy az is vonza a nézőket, és egy-két nagy sztár, aki nyilván sokba kerül, és aztán az összes többi az, ha jó, akkor az bónusz. Hát most körülbelül innentől kezdve az egészről beszélgethetünk, mennyi időnk van? Még 43-20 másodpercünk. Nagyon sokat beszélgethetünk erről a dologról, és nyilván minden megfogalmazás, egyszerű megfogalmazás az leegyszerűsíti, vagy nem igazságosra teszi, vagy nem tesz igazságosra, amit én most mondani fogok. Ez egy átmeneti állapot, ami most van szerintem. Tehát ez az elmúlt 15 év, amit jelentett ennek az országnak az életében, ez rettentően, estére nagyon elfáradta ez az élet az embereket. Tehát mikor beülnek a moziba, akkor nagyon hangosan kell hozzájuk szólni. És a hangosan hozzászólás, és ez hozzátartodik az álmaim filmjéhez, az is, amiről te beszélsz, tehát sok pénzből, nagy, amit itt mondtál, és az is hozzátartodik, hogy valami olyan az embereknek a lelküknek a megérintése. Most ez nagyon líraian hangzik így, de én ezt halálosan komolyan gondolom, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy érzelmileg, és tehát nem csak vizuálisan, és azért mondtam, hogy egy emberi arc az milyen fontos lehet, hogy érzelmileg megfogd az embereket, hogy az a dolog, amiről én mesélek, vagy szeretnék mesélni, vagy álmaim filmje, amiről mesélnek, azok az embereknek a lelküket is megérintsék. Ugyanis ez a 15 évhez, amit itt most megértünk, és megyünk tovább ezen az úton, az a legkevésbé szól arról, hogy egymás szemébe nézzünk, hogy megkérdezzük a másiktól őszintén, hogy hogy van. Mi régen ez másképp volt, akkor jobban szerettük egymást, többet néztünk egymás szemébe. Több időnk volt rá, és a létfenntartás,
az egzisztenciális biztonság, vagy annak a szélére való elkerülés, az nem került annyi energiába, mint most. Meg kevesebb szerintem volt talán a lehetőség is, nem? Mert azért a legtöbb ember, hál' Istennek, most se éhezik, csak azt látja, hogy lehetne egy nagyobb autó, messzebbre utazni, és nagyobb ház. És régebben ez a lehetőség nem nagyon voltak, vagy ezek az álmai kevésbé voltak valóság, reálisak. Hát ez nem a filmről szól most, mert arról szeretnél velem beszélni, csak én ezt hozzátenném azt, hogy sokszor eszembe jut. Én, aki a Kádár rezsimben fel nem hangoztattam, hogy szerintem a szocializmus, mint olyan, elveszi az embertől a vállalkozó kedvet. Tehát nem hagy vállalkozni, nem hagy. És most meg, ahogy csináljuk ezt a dolgot, ezt a vállalkozósdit, de lehet, hogy ez csak az eleje, és azért érzem így. Most egyre inkább az az érzésem, hogy az emberek jelentős része nem erre született. Tehát, vagy egyszerűen abban 40 évben még nem kellett ezt csinálni, elfelejtette, vagy nem tanul, nem igen, tudja. Hát ez a kérdés, de hát ez már valószínű, hogy ennek a megvalósulását, vagy a bizonyítását én már csak föntről nézem majd. De miért? Amilyen már nem van. Mert soká lesz. Szóval soká lesz, még kiderül az, hogy az emberi természet, az emberek jelentős része alkalmas egyáltalán arra, hogy nem biztonságot kellene nekik adni elsősorban, vagy biztonságot teremteni. És akkor vannak a kivételnetek, akik meg határa csillagos ég a vállalkozásból jövő profitban. Nem biztos, hogy az emberek jelentős része. Most én ezt érzem. Még nem akarok jelenteni. Lehet, hogy újabb tévedéseim egyikét adom majd elő. Nem biztos, hogy nagy igazság, de hát azért nem biztos, hogy nagyon gazdagnak annyival jobb. Biztos jobb, mint szegénynek ebben az összehasonlításban, igaz. Csak lehet, hogy attól, hogy valaki gazdag, pusztán nem érzi jól magát. Nekem volt egy dolgoztam egy laknál, aminek volt egy tulajdonos, egy elég gazdag ember, és ő egyszerűen szomorúan mondta, hogy hát ő bármit csinál, nem tud havonta 5 millió forintnál többet magára költeni, hát ez már jó 10 éve volt. Mondta, hogy nem tud többet enni, nem tud többet inni, nem tud több nővel. Hát nem megy neki, na hát nem könnyű neki sem. Igen, hát ez a dolognak a teteje, vagy a teteje felé. Én meg azt szoktam mondani, hogy azt már elmondtam máshol is, de hogy tulajdonképpen azért megkérdezte valaki, hogy mi az életem főműve. Hát ugye már 60 feletti a marhaságokat kérdeznek az embertől, és én ugye elgondolkoztam, és a foci, a ripacsok, a Herkules fürdő, a Szerencsés Dániel, vagy mi is egyáltalán. És aztán útközben, ahogy gondolkoztam, mondjuk elég gyorsan szoktam, eszembe jutott, hogy az én életem főműve, hogy van egy 93 éves édesanyám, és az életben tudom tartani, mert meg tudom teremteni annak a lehetőségét, hogy ő neki meglegyen a gyógyszere, hogy az ápolónő, hogy minden olyan dolog meglegyen, ami... Na most én ezt tartom hihetetlen igazságtanságnak, visszatérve oda, tehát, hogy milyen világban élünk, hogy ha nem hozta volna úgy a sorson teljesen véletlenül és sorsszerűen, akkor az én anyám már nem élne. És hány olyan, és most nem akarom ezt folytatni, mert nyilván nem erről akarsz velem beszélgetni. De erről is, nem? Hogy végül is 90 óta kevés olyan film született, magyar film, ami ezzel szemben is, pedig van egy ilyen amatőr gondolkodás, hogy na hát a nagy társadalmi változásokról milyen jó filmeket lehet csinálni, mert hogy benne élünk, és szeretnénk talán mások véleményét is hallani, vagy egy kis távolságból látni ezeket a mindennapokat, ami azért elég sok minden történt. Ezt meg kell emészteni. Szóval azért ez nem úgy van, hogy megtörténik most, ezt mind alkotó mondom, ez nem úgy történik, hogy az emberrel megtörténik a dolog szerdán és csütörtökön csinál ebből egy filmet. Azért ne felejtsd el, hogy itt egyik napról a másikra át kellett lépnünk valami egészen, ahogy Karinti mondta, a fejemen egy nagy koppanás, és átugrunk egy másik korba. Tehát én azt gondolom, hogy minden olyan embernek, aki valamit létrehoz ez a irodalomban, vagy pláne filmen, egyszerűen meg kellett ezt emészteni, szóval ezt nem, meg kell fejteni ezeket a dolgokat, legalább érzelmileg az embernek saját magában ahhoz, hogy ezt el tudja mesélni. Tehát mindjárt megkérdezed, de elébe megyek, hogy én miért nem csináltam filmet most már minden valahány éve. Nem kérdezted volna meg? Akkor elmondom neked. Egyszerűen nem jutott eszembe egy olyan történet, amelyik arról szólna, hogy
hogy én hogy élek. Én nekem két évente az átkosban eszembe jutott mindig valami történet, tényleg ilyen bioritmusom, vagy nem tudom, hogy mondjam. Két évenként, mint egy kis tyúk, tojtam egy tojást. Csináltam egy filmet, és most már tizenvalány éve nem csinálok, mert egyszerűen át kellett élnem, vagy át kell élnem azt a fajta változást, és rendet kell teremteni magamban, hogy mi is történt velünk, és akkor tudok csak filmet csinálni. Ez fontos, hogy a te filmjeid arról szóljanak, ami veled történik, még hogyha nyilván áttételesen is. Abszolút. Csak arról szólnak. Ez arról jutott eszembe, hogy most a gyerekeimnek megmutattam a Ripacsokat, ami az egyik kedvenc filmem. Szeretem én is. Akkor jó ízlésed van. Abszolút. És abban van egy jelenet, amikor a Kern András telefonál is megtudja, hogy a lánya disszidált. És az jutott eszembe, és most elmondott, hogy jönne vagy nem, hogy nekem volt egy osztálytársam a Madách gimnáziumban 3 hétig, aki a te lányod volt, és ugyanígy ment el, nem? Hát ez egy abszolút életrajzi helyzet volt. Megjöttem Amerikából, elmondtam nekik, hogy nem lehet ebben az országban élni, el kell innen menni. Elvált feleségemről van szó, és a gyerekemről, akit ilyen értemben nem én neveltem. Elfejtették elmondani, hogy náluk van már az útlevél, és 2 nap múlva mennek, és itt adják ezt az országot, és nem merték nekem elmondani, hogy hát én megbolondulok, és nem engedem el őket. Tehát ez a Ripacsokban ez a jelenet, vagy ez a helyzet, ez egy abszolút önéletrajzi helyzet volt, de nem minden filmem ennyire direkt módon életrajzi vagy önéletrajzi elemeket használ fel, de mindegyik arról szól, hogy én gondolkodom. Szóval kell egy csapat, egyedül nem megy ezek a nagyon primitívnek ható vagy látszó szlogenek is, ez mind az én hülye mániám, hogy nem tudok egyedül lenni, hogy azt gondolom, hogy nekem kellenek barátok, kellenek társak. A mai napig így van egyébként, csak ma egy kicsit nehezebb ezt a dolgot kezelni, de hát ezt pontra jól tudod, mint én. Tehát gyakorlatilag minden filmem valami fajta megéltségből, hogy aztán ennek a formája az, hogy a századforduló lányok rohangálnak egy intézetben, vagy az, hogy egy foci csapat, vagy az, hogy a Ripacsokban 2 ilyen dilinyos komédiás, mint amit a Kern és a Garas játszik, az csak a formája a dolognak, de az indítatás, az a katapultációs dolog ahhoz, hogy én egy filmet csinálok, mindenképpen kell, hogy ezt valamit ebből én, nem valamit, hogy én ezt megéljem, és fontosnak tartsam. Lehet, hogy ez egy nagyon végig gondolatlan, amit most mondani fogok, de hogy 90-ig mondjuk a filmkészítők, tehát a művészek mondhattak dolgot a világról, 90 után viszont azok, akik a pénzhez, vagy az üzlethez értettek, vagy értenek, vagy azt hiszik, hogy értenek, és ezért vagy inkább producer. Hát ez nincs így, azt hiszem, hogy én miért vagyok producer, az azért van, mert én ebben a faluban születtem, amire az van kiírva, hogy mozi. Kötőjel film, és ha nem jut eszembe valami, mint filmrendető, mint ahogy az előbb elmondtam, akkor én itt akarok maradni. Hát ennek a falunak különböző hátai vannak, van egy magtár benne, meg mit tudom én mi minden. Tehát én itt maradtam ebben a szakmában, csak nem úgy, hogy egy kamera mögött állok, és azt mondom az operatőrnök és a színészeknek, hogy körülbelül mit kell csinálni, hanem úgy, hogy megpróbálok létrehozni általam tehetségesnek vélt embereknek filmeket. És én megmondom, hogy mivel hogy átélős típus vagyok, mint Dusan Leonora volt, a nagy színésznő, én ugyanúgy belehalok ezekbe a filmekbe, mint a sajátomba. Én ugyanúgy nem alszom egy hetet, ha megnézek egy anyagot, és nem tetszik. És ugyanúgy boldog vagyok, hogyha megnézek egy anyagot, hogy tetszik, és alszom. És ez nem zavarja a rendezőket, hogy hát most nem egy producer nézi őket csak, hanem valaki, aki lehet, hogy sokkal jobban meg tudná csinálni azt, amikkel most ők kísérletezgetnek. Azt, amit ők csinálnak, azt én nem tudnám jobban megcsinálni, azt ők tudják jobban megcsinálni. Csak lehet, hogy a filmet tudná jobban megcsinálni, a filmet talán lehet, hogy jobban megtudná. Egyébként borzasztóan tudom őket zavarni, szóval, és néha, hogy mondjam, féket kell rakni magamra, hogy ne pofáltak bele jobban a filmjeikbe, mint ez az ő életük. Én csak legfeljebb annyit teszek ez ügyben, hogy megpróbálom segíteni.
és mondom, ebben is van egyfajta élvezet és öröm, szóval szívesen csinálom. De hát én olyan szerencsés vagyok, hogy vagy elhitettem magammal mindig, hogy amit csinálok, ez nekem nagyon jó, vagy pedig tényleg nagyon jó. Megcsinálni. Hát azt éppen, amit csinálok, most ezt csinálom. Gondolkozol olyan nagy szabású dolgokban, mint például a Sóbálvány volt a tévében, ami egy ilyen, ugye egy-egy korszakát mutatta be, vagy egy-egy évét mutatta be a hát közel nem gondolkozhatok, hát mert általam nagyon szeretett kollégád, hát úgy elvitte, mint a Sitz az ötletet, és egész, most nem akarok erről semmit mondani, gondolkodnék, hogyha lenne közszolgálati televízió. De ez miért közszolgálati feladat? Mert hát ez egy jó nézhető produkció volt, tehát az nem lett volna, a kereskedelmi televízió azt mondja, hogy én nem szeretem. A kereskedelmi televágó is megcsinált, tehát be is hívtak, és el is mondtam a szemébe, hogy lopkovit a dolog, de a kereskedelmi terület. Erre Tusko Hopkins azt mondta, hogy nincs új alap alatt, ez ország idős érvényes. Jó, ezt nem én találtam ki, ráadásul a Gárdos Pétert találtak, és tényleg nincs új alap alatt, csak már a két újabb mutációja volt az ott, amióta miért csinálgattuk ezt a dolgot. Egyébként a kérdés az, hogy gondolkodom-e ilyenem, rengeteg dolog jut eszembe, rengeteg olyan dolog van, ami szerintem abszolút hiányzik. Na de hát ez alkalmatlan a magyar televízió erre a dologra. Magyar televíziózás, vagy a magyar televízió? Nem, hát a közszolgálati televízió. A kereskedelmi, mert meg egész más dolgok működnek, és hát az legyen az ő dolguk, az engem különösebben semmint csinálót, semmint nézőt nem érdekel. Tisztelet a kivételnek egy-egy értelmesebb dolog. De mivel hogy a közszolgálati televíziózás az elmúlt 15 évre felszámolódik Magyarországon, és én látom, hogy még nincs is vége. Az ember mindig egy új elnöknél azt gondolná, hogy itt van a vég. Most új elnök van, és rájöttem, hogy nincs itt a vég. Még mindig lehet tovább menni azon az úton, hogy hát hogy ne legyen közszolgálati televízió Magyarországon. Valószínűleg nem is az a cél, nem, hogy ne legyen közszolgálati televízió, hanem a politikai és a pénzügyi nyomás olyan nagy, hogy nagyon nehéz ebből ügyesen kiverekedni. Tehát lehet, hogy az elnökök tisztességesek szeretnének lenni a saját szakmájuk szabályai szerint, csak olyan nyomás van rajtuk, hogy még mindig azt hiszik sokan, hogy akkora erő a televíziózás, a kép, hogy ott kell tartani azon a kezünkön. Hát, hogy mit gondolnak a politikusok, ez az ő dolguk, és hogy mi az eredménye, azt én meglátom most a televíziózás ügyben, és még nem volt olyan kormányzat, amelyikben én azt gondoltam volna, hogy ez most úgy körülbelül rendben van, hogy a közszolgálatiság, hogy igenis az embereknek. Hát ne haragudj, micsoda dolog az, hogy egy közszolgálati televízióban évszámra nem hangzik el József Attila neve. Évszámra nem. Most nem sorolnám fel ezt a dolgot, hogy egy közszolgálati televízióban ne lehessen csinálni, amit nekem a mániám. A főiskolásokról, a főiskolás osztályokról ne lehessen csinálni, leállítanak. Nem azt mondják, hogy csinálja meg fél pénzen, vagy negyed pénzen, mert talán még úgy is hajlandó lennék. Nem jó, ez valaki komolyan fogja venni, és akkor alkusztál. De bár vennék komolyan, mert majdnem, hogy azt mondom, hogy az utolsókat mi már egész alacsony költségvetéssel csináltuk, de hát nem kell, és hiába mondom azt, hogy azért itt súlyos milliókért tanítanak ki embereket, és hogy nem adjuk meg azt a lehetőséget, hogy a katapultációs pillanatot megteremtsünk egy közszolgálati televízióban, bemutassuk őket. És ugye amikor utoljára írtam, már nem tudom melyik elnöknek nevek jönnek, mennek, akkor azt írtam, hogy ki tudja, hogy kiből lesz a Latinovics vagy a Rutkai Éva, hogy ne legyen egy gyerekkori portré ezekről az emberekről. Az indulásról, hogy ne legyen archívanyag majd a következő Páger Antalokról, vagy mit tudom én kiről. Hát szóval egy elmebaj. De hiába mondom, hát most hova szól ez a dolog? Hát most neked meg, akik majd ezt nézik, ha érdekli egyáltalán őket. Pedig azért mindig kiderül, hogy a jót, én is azt hiszem, akkor is csak szeretik az emberek, hogyha nyilván egyszerűbb vackot csinálni, azt sok szempontból egyszerű, meg egy darabig elmegy, tehát persze van újdonság varázsa, hogy beleesünk valakinek a fürdőszobájába, de egy idő után az is unalmas lesz. Nem, János, ez egyfajta dolog. Ez, én azt gondolom, hogy ez két abszolút másik teritorium. Van a kereskedelmi televíziózás, engem egyébként abszolút semmi nem zavar benne, mert marha egyszerű a dolog, megnyomok egy gombot, és
nézem az angol futballmeccset, vagy mit tudom én, mit nézek, vagy nézem a valamelyik olyan csatornát, ahol mindenféle értelmes dolgok vannak. De az emberek szeretik, és ezzel pénzt lehet keresni, ne vegye el senki egy kapitalizmusnak nevezett műintézetbe azt a lehetőséget, vagy ne, hogy is mondjam neked, hogy pénzt keressenek. Itt azért tették be, mert sokat akarnak kivenni. Hát ezt tanultuk már gyerekkorunkban, itt átkos kapitalizmus. Viszont, ami nincs, az a baj, hogy nincs egy olyan közszolgálati televíziózás lehetősége, ahol magyar színészek nem csak nyilatkoznak, ahol el tudsz mesélni egy történetet, mondjuk magyar irodalomból, akár Jókaiból, akár amivel most foglalkozunk, Szabó Magdából. Érted? És erre nincs lehetőség. Na most, de én nem is akarok ebben, hogy mondjam, ez annyira pusztába kiáltott szó, és annyira nem is értem, szóval itt olyan távol vagyok az úgynevezett politikai döntéshozóktól, hogy ezt miért így csinálják. És ami pedig a televízió elnököket illeti, tök mindegy, hogy ki vezeti a televíziót. Már abban a regiszterben, amelyikben az elnököket kiválasztják, de erről nem akarok beszélni. Szóval ilyen szempontból a művészet sokkal kevésbé fontos, nem, mint 90 előtt volt, mert mennyire figyeltek arra, hogy egy filmben, egy színdarabban elhangzik-e egy mondat, vagy sem. Szóval komoly politikusok hosszasan foglalkoztak vele. Most egyrészt, ha van hol, akkor bármit lehet mondani, hát másrészt meg akkor ugye mégiscsak azokat a filmeket is segítették, amikben tudták, hogy figyelni kell, hogy nem lesz-e ott egy olyan trükkös mondat. Tudod, én ezt úgy gondolom, hogy ne beszéljünk művészetről, de én ezt a szót nagyon utálom, mert azt gondolom, hogy csinálni kell, aztán majd meglátjuk a művészetet, egy olyan. Hanem beszéljünk arról, hogy egy országnak egyfajta kulturális nívójutás, vagy nívóorvaló jutás lehetősége. Hát úgy tetszik, egyfajta tanítás. Akár a magyar költészet, vagy a világ költészete, vagy akár a zene, vagy akár egy dráma, vagy akár egy vígjáték. Tehát én itt látom a legborzalmasabb, hogy elveszik, meg egy hatalmas eszköz ez a televízió. Hogy elveszik a lehetőségét annak, hogy, mert nem csak ennyire él az ember, mint tudjuk, hogy az embereknek valami szépet, tisztát, értelmeset, hát ha úgy tetszik, művészetet nyújtsanak. Erre nincs lehetőség. Ha ebben is lenne üzlet, akkor biztos csinálná valamelyik kereskedelmi csatorna, hiszen az üzletet akar tenni. Nincs kipróbálva. Nekem meggyőződésem, hogy nincs kipróbálva, és az annyira ki van éheztetve szerintem ez az ország az elmúlt 15 évben egyfajta kulturális juttatáshoz, hogy szent meggyőződésem, hogy még a kereskedelmi televíziókban is. És néha föl-föl bukkan egy ilyen kísérlet, lehetne ezt csinálni, de, hogy mondjam, egyszerűbb ezt nem csinálni, mint csinálni, és ráadásul, ahogy én látom, jelentős mértékben úgy épültek fel ezek a kereskedelmi televíziók, hogy nem elsősorban kulturális. De ezért kellene egy országnak egy államilag dotált közszolgálati televízió. Államilag dotált az megvan, hiszen milliárdok mennek bele. És egy olyan menedzsment, amelyik nem avval foglalkozik, hogy fölvegye a telefont, hogy ki csináljon műsort, vagy ki nem, és ki kerüljön be a televízióval, vagy ki nem, hanem egy valóságosan, egy mai szemmel létrehozott, működőképes, gazdaságilag is működőképes, természetesen nem a Szabadság téren, de ott rosszak már a falak. Mint tudjuk. Szóval, hogy onnan kanyarodtunk ide, hogy 90 előtt, szóval, hogy olyan sikereket el lehet érni, mint van egy legenda, hogy a Vígszínházban rendezted a Ragyog-ragyog csillagomat, ami egyébként filmbe is nagyon, nagyon jó, egyik kedvenc filmem az is, Mitta Donszkoj Fríd, a szerzők, akik írták, illetve rendezték, és hát ugye a szovjet nagykövetség dolgozói, akik ezt megtekintették, azok megsértődtek, és ott hagyták az előadás demonstratíve, és hát akkor ez egy nagy tett volt egyébként, mondom, ez egy futó szovjet film volt talán a 70-es években, tehát az előadást ugye nem láttam. Igen, írtunk ebből egy darabot, mert engem fölkértek, hogy a valamelyik ünnepségre csináljunk egy azt hiszem, igen. Vagy a polgárháború környékén. Vagy április, mit tudom én. De lehet, hogy november. És akkor a Kernel átírtuk, és akkor tényleg az történt, hogy a premiéren egy adott ponton fölcsapódtak a székek, vagy kívül nagy balhé volt a dologból,
hát iszonyú ünneplés volt a premiérem már mellettünk, de hát ez akkor dicsőség volt. Szóval én nem éreztem magam, hogy mondjam, ez olyan furcsa, hogy ugye el szokták mondani, hogy engem be volt írva a Herkules fürdő, még a plakát, vagy a Szerencsés Dániel, még a plakát is be volt. El kell, hogy mondjam, én nem tudom, hogy kinek milyen az emlékezete, de én olyan büszkén mentem végig ezen a városon, azon kívül, hogy semmi bajom nem történt, tehát annyi történt mondjuk, hogy leszették azt a néhány plakátot mondjuk a Szerencsés Dánielből, amit én aztán később utána nyomtattam, tehát megvan ma már. Tehát ez az egész betiltás, ha már ide kanyarodtunk, akkor azt gondolom, hogy rosszul emlékeznek azok, akiket betiltottak többnyire, mert az egy nagyon nagy dicsőség volt ám ebben a városban. Volt, aki arra hajtott, volt, aki pedig arra, hogy ne tiltsák be, hanem kapjon egy kis hátszelet. Tudod, el szoktam azon gondolkodni, hogy most lehet, hogy több a tilalomfa. Akkor eléggé pontosan lehetett tudni, hogy nem szabad színni a Szovjetuniót, nem szabad, abban mit tudom, szóval meg volt az a... És 56-at óvatosan, igen. Úgyhogy az minden, nincs is olyan magyar film, mondjuk a 70-es években, ahol ne céloznának 56-ra, mert mindenki próbálta kicsit az orosztán bajuszát húzogatni. Pontosan, tehát tudtuk pontosan, hogy hol vannak a falak, mik a lehetőségeink, és azáltal, hogy mondjam, hogy kirakatban volt Magyarország bizonyos politikai értelemben, világ, illetve Európa felé, a filmek is kirakatban voltak, és igenis a Szerencsés Dániellel lehetett a londoni fesztiválon ki lehetett állni a közönség, és azt mondták, hogy jöhetett létre egy ilyen film Magyarországon. Itt nem lehetett még vetíteni. Hát egy kicsit bele kellett írbálni azért, szóval nem volt olyan egyszerű. De és ez már ugye 80-as évek, ez 83. Tehát visszatérve, amit akartam ennek a kapcsolatban mondani, már szóba hoztad, hogy nem éreztem magam mártírnak egy-egy betiltásnál, és most nem vagyok rá büszke, és egyáltalán az, hogy az ember bizonyos helyzetekben beleszalad akarva, akaratlanul a cenzúrába, azt hiszem, hogy soroljam, hogy mi minden cenzúra van manapság. Nem politika. Várjál? Lehet, hogy az is most hirtelen nem is tudom, de ez egy másik beszélgetés tárgyal. Mert hogy a politikai cenzúra nyilván úgy talán kevésbé van, hogy azt mondják egy filmnél, nem tudom, hogy na azt a jelenetet tessék kivágni, azt el tudom képzelni, hogy na akkor nem tetszik pénzt kapni hozzá, vagy majd nem kerül a multiplexbe, hanem a nem tudom, hogy vetíti. A következő kurzusnál nem tetszik majd úgy állni, hogy pénzt tessék kapni. Vagy most... Erről nem is szeretnék beszélni, mert hát ha mit tudom én? Ki tudja, milyen kurzusok. Hogy a filmkészítők elég kiszolgáltatottak, mert egy alanyi költőnek viszonylag egyszerűbb, mert megvan a töltőtól, a papírja leírja, hát ha nem adják ki, majd kiadják 2 év múlva vagy 5 év múlva, az sem nagy öröm, de... Nem tartom ezt kiszolgáltatottságnak. Ez hozzátartozik ahhoz, amit az ember akarva akaratlanul az életének választott. Tehát amikor, ha valaki ebbe a szakmába bejön, vagy valaki filmrendező akar lenni, akkor azt pontosan tudja. De hát ha valaki esztergályos akar lenni, vagy valaki újságíró akar lenni, tudja annak a szabályait. Én nem érzem ezt kiszolgáltatottnak. Más típusú harcról szól. Egy olyan alkotás létrehozására, amely sok pénz kellene, de hát rögtön benn van a pakliba, hát abban a minutumban, hogy valaki gyerekkorában arra éled, hogy a filmrendező akar lenni, ezt tudja, hogy itt ennek ezek a szabályai. Azt gondolom, hogy minden foglalkozásnak azért megvannak a maga nehézségei, vagy a maga kiszolgáltatottságai, ha úgy tetszik. Nem tartom én ezt olyan nagy ha már a sok pénzt mondtad, ugye azt is tudjuk, hogy a filmekkel horribilis pénzeket lehet keresni, nem föltétlenül Magyarországon, de hogy a világban ez egy prosperáló és hát nagyon nagy pénzeket megmozgató iparág sokfelé. Hát sokfelé mindenek előtt az Észak-Amerikai Egyesült Államokban, valamint ugye hát ez a 10-valahány millió emberről beszélünk most egy adott pillanatban, akik ezt a nyelvet beszélik. Tehát itt azért a piac nagyon pici. De miért mondjuk a ripacsokról beszéltünk, hogy milyen jó film mind a ketten, hogy szeretjük.
Most az Észak-Amerikában is ez a történet, persze lehet, hogy ott az egykori Marx-téri felüljárónál játszódik, amit ott ácsoltak ilyen fából, és nagyon... Milyen mádling volt, mert eltolták, nem találkozott, és így le tudtuk forgatni, mert el voltunk csúfa forgatásilag. De ezt a történetet biztos nem ismerik Észak-Amerikában, hogy semmit nem mond nekik, hogy az Marx tér volt, vagy nyugati tér, és nem jut erről eszükbe semmi, de maga az a történet, ahogy ott játszódik, az pont ugyanolyan érthető, azok az emberi viszonyok, amik legalább olyan lényegesek, mint hogy én azt tudom, vagy eszembe jut talán filmnézés közben ez a kis Marx téri intermezzo. Tehát nagyobb a piac annál, mint 10 millió. Én nagyon szeretnék hinni abban, amit te mondasz, hogy a mi filmjeinkkel, ebben a magyar nyelv és a közép-európai gondolkodású filmjeinkkel el lehet jutni nagyon messzire, csak majd mondjál rá egy példát. De én nagyon szeretnék benne hinni, hogy amit, ahogy a Mándi mondta, hogy én kis Bódét a Teleki téren megírok, akkor az a világon mindenütt áll, vagy hát a Bódé. Sajnos ez nem így, hát a költészetünkkel sincs így. Hát az irodalmunkkal most már talán prózával egy kicsit nyitottabb a dolog. De a film azért jóval internacionalistább műfaj, mint a költészet, nem? Tehát mondjuk József Attilát biztos nagyszerű fontos van, de nagyon nehéz. Ez messzire vedett, mert az amerikai filmnek egy olyan hegemóniája van a világban, ami ellen nem mi, hanem Európa is alig tud jelen pillanatban tenni valamit. Szóval oda akartam kiukadni, hogy az, hogy magyar filmek, vagy kelet-európai filmek viszonylag ritkában jutnak nagy világsikerre. Ennek a filmben magában van az oka, vagy a körülötte levő dolgon, tehát a promócióban, amit rá tudnak költeni, a körítésben, az elég nagyszabású díszletek hiányában, vagy miben? Ez rettenetes módon ki van találva náluk. Ugyanis a sztárkultusz a melegágya az eljutás lehetőségének. Tehát itt nem filmrendezői filmek vannak. Amit talán még megmondom neked, hogy nem is baj, hanem hogy már említettem, mert éppen most megint megnéztem a Schmidt-urat, tehát a Jack Nicholson. A Jack Nicholson filmre bemegy a félvilág. Na most ezeket a sztárokat mi nem tudjuk kitermelni, ez nagyon, nem csak tehetség kell, hanem... Angol anyanyelvűnek kell szülelni. Igen, meg ráadásul... Amerikai anyanyelvűnek. Meg promóció, meg nagyon sok minden. Tehát ez azt a fajta építkezést, amit ők tudnak csinálni, vagy hihetetlen mennyiségű dohánnyal, ami rendelkezésre áll. És még azt is mondom neked, ez nagyon csendben, hogy van nagyon nagy tehetséggel, mert hogy rettenetesen tudnak hatni. Halálpontosan tudnak hatni. Ez néha kilóg, és akkor rossz filmet csinál, vagy én nem szerettem a filmet, de néha meg ájultan nézem, hogy micsoda színészi alakítások, micsoda forgatókönyv, micsoda mélységek, és micsoda hatás elemek kerülnek be ebbe a dologba. Ez általában a művészek, ezt is idézőjelben mondom, ezt nem szokták szeretni. Én meg csak ámulok, hogy ezek milyen fantasztikus dolgokat tudnak csinálni. Szóval a filmnek, egy versnek a hatását nagyon nehéz lemérni, mert hát otthon olvassa valaki, vagy esetleg még hallgatja is pár ember színházban, nincs visszajelzés, de a filmnél nagyon látszik, mert ott vannak a számok a nézettségnél, az mondjuk tudom, hogy nem a művészet fog mérni, de az, hogy hogyan reagál rá a közönség, és a többi, szóval sokkal gyorsabban le lehet mérni a dolog hatását. Ugye első héten hányan váltottak rá jegyet? Hát csöng a kassa. Csöng a kassa. De hát a színházban is így van, szóval ilyen értemben a színházban is így van. Nézd, ez egy tulajdonképpen az én ambícióm, és visszatérve, mert ezek az általános megfogalmazások mindig magukban rejtik a hülyeséget, már az enyémet. Lehet, hogy nem így van, lehet, hogy így van, de én azt gondolom, hogy én majdnem megelégszem avval, hogy ez a 11 néhány millió magyarul beszélő embernek, ha úgy tudok szólni. Persze jó lenne, ha a Sanzelizén vetítenék, de előfordulna velem picibe, meg New Yorkban vetítenék a filmjeinket. Már csak pénzügyi okokból is elő kell, hogy forduljon, nem csak most a hatása szempontja. Azt mondom, hogy az én ambícióm az, hogy akikkel együtt élek ebben a Kárpátokkal övezett gödörben, azoknak úgy tudjak filmet csinálni, hogy érzelmileg úgy tudjam mozgósítani a saját gondolataim felé. Nem mondom, hogy elég, de nagy elégedettséggel tölt el. Például az, amikor az előbb említetted a ripacsokat, hogyha megjelenik valamelyik televízió képernyőn, és jönnek az emberek.
és mondják, hogy ú, miért nem tetszik filmet csinálni, azt mondják, mert nekem úgy tetszik, látom, nem az, hogy miért nem csinál filmet, ugye ez korkedő, miért nem tetszik már filmet csinálni, mert Isten, milyen, miért nem tetszik milyen, milyen jó film volt. Tudod, szóval az ember egy idő után rájön arra, hogy, és hát nyilván kor, meg biológia, meg mindenféle kérdés, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy itthon el tud mondani ennek a tizenvalány millió embernek, aki ezt a nyelvet beszéli, hogy mire gondolsz, és hogy ők ezt tudják, és hogy úgy érezzék, hogy igazad van, hogyha elmondod nekik. Persze az az igazság, hogy kell egy csapat, ami ugye a mosodásba, mosodás mondja, hát ez egy általános érvényű igazság, nem? Vagy ha úgy veszük, akkor azért is, mert hogy ezek a filmek azért olyan hatásosak, mert hogy Ragály jellemére nagyon szépen megfényképezte őket, tehát hogy a csapatban vannak emberek, szóval még így is igaz ez a hát dolog. Hát nézd, amikor filmet csináltam folyamatosan, akkor és ez nem is csak tehetség kérdés, hanem affinitás kérdés, az elemér. De elemérrel egy olyan szimbiózisban csináltuk a filmjeinket, vagy a színészek, akik voltak. És ez nem jelentette azt, hogy, ahogy az elemér mondta, hogy Sándor Pál legújabb hisztériáját rendezi, mondta egyik film kapcsán. Tehát ez nem jelenti azt, hogy béke volt a forgatáson, de az nagyon fontos volt, hogy körülbelül egyre gondoljunk, hogy körülbelül, hát nem is nem, de nehéz ezt kimondani, hát hogy szeressük egymást, na. Tudod? Szóval, és én most se tudok, ha én most filmet fogok csinálni, akkor én most is úgy fogom összeállítani a kis csapatomat, akiket... Nem a legjobb világosító, de nagyon kedves ember? Nem. Nem, először is, akit én szeretek, az a legjobb világosító, hogy kezdődik. Ja, itt könnyű, így már Tehát az nagyon fontos egy érzelmi együttlét. Tudod, ez olyan egy filmcsinás, mint amikor egy tenger alatt járóban néhány matrózzal lemerülsz, és a világ, és együtt kell velük, kell azt most jól értem, mondom, együtt kell velük élni, és nem mindenkivel tudok én együtt élni, és ez a színészekre is vonatkozik. Egyáltalán nem vagyok, most nem akarok neveket mondani, hogy XY nem jobb színész vagy nem olyan jó színész, sőt, zseniális, csak valamiért, én azt szoktam mondani, hogy valamiért nem áll föl rá a filmcsinálásom, tudod? Miközben egy érdekes arcú, és most nem a főszereplőkről beszélek, statiszta sokkal jobban tud érdekelni. Hát ez az én hülyeségem, szóval így... Ez az én dilemmám. Nem, hogy nem az a jó a filmkészítésben, vagy az a néz, hogy nagyon sok részletre kell figyelni? Tehát ugye nem elég, hogy legyen egy jó történet, nem elég, hogy jó színészek legyenek, nem elég, hogy jó helyen legyen. Nem, értem, hogy mit kérdez, de hogy mi a jó a filmkészítésben. Uh-huh. Hát a világ legnagyobb varázsa a filmkészítés. Na, de ezt lehet tudni akkor, amikor készül a film, vagy ez csak mikor már vetítik? És... Hát ebben bele lehet közben halni, meg lehet bolondulni. Éjszaka a szoba másik sarkába ébredt föl a takaróddal, hogy kerültél oda, és mit üvöltöztél, és a feleséged fölébredsz, hogy ne üvöltöddél. Na de hát ez mind hozzátartozik ahhoz, szóval, és nincs két egyforma pillanat. Szóval minden pillanat egy újabb felfedezése valaminek. Tudod, szóval ennél csodálatosabb, tényleg hálás vagyok mindennek, és a sorsomnak, a jó Istennek, vagy nem tudom, hogy ide vezérelt, mert valami olyan gyönyörűséget okoz az emberekkel való együttlét, az, hogy eszedbe jutnak dolgok, hogy kimész reggel a forgatásra, és gőzöd nincs, most magamról beszélek, gőzöd nincs, hogy mit fogsz csinálni, és akkor az előtérben, ahogy beérsz, átmegy két statiszta, akiket már öltöztetnek, és eszedbe jut, hogy kell megcsinálni a jelenetet. Szóval ezek olyan érvéki gyönyörök, tudod, ami ezt fogható a földön. Ez elég kockázatos egy ilyen drága üzemben, nem olyan, ha kimész, és nem jut eszedbe semmi arra. De hát figyelj, én tehetséges vagyok. Tehát ez a titka, a dolog.
Ilyen egyszerű. Szóval ez mennyire lehet látni akkor, hogy persze tudom, hogyha megvenne a receptje, hogy ez egy sikeres film lesz, akkor nem lenne izgalmas az egész dolog, nem lenne benne kaland. De azt úgy mennyire lehet látni, hogy mi jön ki belőle, hiszen már technológia is olyan, hogy ilyen darabokat vesznek fel, a színészek se látják. Nem amiatt, hanem egyszerűen ez a... Hogy mondjam, ez a világ ez a legmisztikusabb dolog. Elmondok egy történetet, hogy mennyire nem lehet tudni. Körbe csak hinni lehet, vágyódni lehet, reménykedni lehet. Az Arizona, Miss Arizona, amikor azt mondja, Kopra, Massa, igen. A két vetítés között eltelt egy hónap, vagy másfél hónap. Rómában levetítettük a filmet egy nagy közönségnek. És nem akarok itt, hogy olyanokat mondtak, amit tudti, hogy megy az Oscarra. Ugyanezt a filmet levetítették itthon, és hogy mondjam neked, és most nem arról van, hogy Rómában, és eltelt egy hónap közte, és mint hogy egy másik filmet láttam volna, és nem is volt igazán sikeres. Kicsit sikeres volt, de nem volt olyan, amilyen lehetett volna, hogyha jobban csinálom meg a filmet. Tehát egy film sorsa, hogy hova jut el, hogy csap be a világba, azt nem mondom, hogy független a minőségétől, de valaminek még kell lenni ott, ami a nagy titok, hogy mi az a felhajtó erő, ami egy filmből, szóval ezt nem lehet tudni. Én mindig mondom, hogy ez a legmisztikusabb dolog az én számomra, hogy miből mi lesz. Én ültem úgy magyar filmért bemutatón, mellettem ült egy kollega, végig röhögtük a filmet, hogy ilyen marhaságot, és a film majdnem világsiker, Európa nagyon nagy siker, egyébként Angivera volt a film. Ami hát, ugye, elég. Hát de nem úgy, hogy Istenem, hogy most nem akarom mondani azokat a hibákat, amiket én akkor láttam benne, vagy azokat a félre nyúlásokat, és akkor egyszer csak néztem, hogy Rómában idén nem azt írják, hogy Sándor Pál vagy Gábor Pál, kevertek, mint tudom. Tudod, szóval nem lehet ez. De hát ez mind hozzátartozik az, amikor én azt mondom neked, hogy ez a világ legcsodálatosabb mestersége, amit én csinálok, tessék irigyelni, hogy az, hogy az a nagy titok, ami azért titok, hogy soha ne lehessen megfejteni, hogy egy film hova jut el. Hát jó időben jó dolgokról is kell szólni, nem? Tehát az Angivera akkor egy olyan dologról beszél, most már úgy, könnyen, ahogy... Most már könnyen mondod, ha persze, de amikor ott nem vagy, és ott a premier, és veszik, vagy nem veszik, hogy vetítik, vagy nem vetítik, hogy hány fesztiválra megy el. Szerencsés Dániel vetítő, tele van a vetítő, nem volt még egészen két a film, fölálltak az emberek, és én hallottam saját fülemmel, hogy azt mondta valaki valakinek, hogy kultúrbotrány. Ez a film Cannes-ban megkapta a kritikusok díját, 180 film között. De nem lehet, nem tudom, erről csak úgy tudok neked, hogy ilyen hülye történet darabokat mesélek az életemből, hogy ez hogy van. De valószínű, hogy nem valószínű, biztos, hogy azért az amerikai film ebből a szempontból egész másra tervezhetőbb a dolog. Tutira menne. Hát tutibra mennek, hát ott is vannak aztán nagy bukták. Mivel ezt tudjuk, hogy a gyártásban is vannak nagy bukták, pedig arra is azonnal az ember, hogy egy tervezhető ipar. Igen, szóval jóval tervezhetőbbek a dolgok, és valószínű, és milyen jó, hogy én annyi idős vagyok, amilyen idős vagyok, én már nem fogom, lehet, hogy a magyar film is egy adott pillanaton túl elkezd tervezhetővé válni, és akkor pont az maradt ki, amit én... Hát egyik legjobb szeretben szeretek, hogy ilyen mesebeli történetei vannak az embernek egy film sorsáról. Hát akkor most nem marad más átra, mint hogy a valóságban bizonyítsd mindazt, amit elmondtál. Tehát akkor film, kész. Aztán majd utána, hogy megmagyarázzuk. Nem mondani nehéz, megcsinálni még lehetebb. De azért belevágsz. Na. Oké, megnézzük. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmét. Viszontlátásra.